A férfi NB1-es kosárlabda bajnokság középszakaszának felsőházában az utolsó forduló döntött arról, hogy az atomerőmű ESE vagy a szolnoki Olaj KK várhatja a legelőkelőbb pozícióból a rájátszást. A Ferenc szolnoki összecsapásán 22 ponttal győzött az Olaj, így az atomosoknak minimum ekkora különbségű győzelem kellett az első hely megszerzéséhez. Zorinis Balinszláv egyletéből két meghatározó játékos is csak a nézőtérről szemlélte a meccset, Tóth Ádám és Megruder is maródi volt. A találkozó első 10 percében pár ponttal az ASE vezetett, de a látogatók nem engedték jobban meglépni a piros-kékeket, így 18-14-es zárult a nyitó etap. A folytatásban utolérte az atomosokat a szolnok, sőt a vezetést is átvette. Ebben a periódusban a vendégek akarata érvényesült, az ASE támadásban és védekezésben sem találta a ritmust, de mindenki becsülettel küzdött. A félidőben 28-33 volt az állás. A nagy szünet után 10 pont lett a differencia, a vendégeknél Lóránt és Keller vitte hátán övéit, míg a paksiak közül Eilingsfeld, Medve és Jones volt hatékony. 30 perc után 48-57-et mutatott a tábla. A záró felvonásban az ASE mindent megtett a győzelemért, de Holiday és Milosevic szerte foszlatta a hazai reményeket. Jones ugyan 23 ponttal a mezőny legjobbja volt, de ő sem tudta diadalra vezetni a házigazdát. A végeredmény atomerőmű ESE szolnoki Olaj KK 67-76. Sikerével a szolnok végzett a középszakasz első helyén, az atom a második pozícióban zárt. Nagyon kemény, jó hangulatú mérkőzést játszottunk, sok szurkoló kísérte bennünket. A lehető legjobb pozícióból kezdjük a rájátszást. Először szeretnék gratulálni a győztesnek, szolnoknak, mert nem is sokkal, de egy picit jobbak voltak minden ilyen játék ellenben. Másik, szeretnék gratulálni meg a csapatomnak. Szerintem nagyon küzdöttünk, nagyon jól játszottunk. Meg kell tudni, hogy ki az ellenfel. Én azt gondolom, hogy a fiúk minden elismerés megérdemlik.